Megvolt néhány héttel ezelőtt az Eto'nak a legyőzés, akkor mindannyian nagyon ügyelzünk arra, hogy még véletlenül sem, még csak ki sem mondjuk azt, amit most már nyugodtan kimondhatunk, ismét bajnok a Ferencváros. Mit lehet mondani egy ilyen hangulatú meccs, egy ilyen közönség után így frissiben? Hát ugye ez ilyen duplán hat most ránk, mert ugye az egész éve szinte végig közönség nélkül ment le. Ez most egy óriási öröm számunkra, hogy együtt ünnepelhetünk itt a végén. Azt, hogy sikerült megnyernünk ezt a bajnokságot, azt mondjuk mindig egy kicsit nehezen hiszem el, de marhára örülök neki. Én nem nagyon hiszem el, hiszen ugye nekem ez az életem első bajnoki címe, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Ezt az elmúlt öt mérkőzést azért összegezve, ez tényleg ott van a nyakadban, de milyen volt belülről átélni azt, hogy volt egy kellemes teher, amit viszont jól kellett viselni? Én úgy gondolom, hogy ez az egész év van itt a nyakunkban, és nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy most ez nálunk legyen. Ugye nagyon nagyot küzdöttünk, és az utolsó mérkőzés, és úgy jöttünk ide ki, hogy tényleg ezért jöttünk ma ide. Ez az utolsó mérkőzés, és nagyon komolyan kell venni. Zizi, hát amikor megvolt a Győrnek a legyőzése, akkor nagyon-nagyon bíztunk abban, hogy ez lesz a vége annak az öt mérkőzésnek. Most már meg is történt, szívből gratulálok az újabb bajnoki címhez. Milyen lesz most megélni itt a pályán? Nagyon jó, följönnek a régi emlékek, amikor itt ünnepeltem, azóta eltelt pár év. Örülök, hogy újra átélhettem, és legfőképpen nagyon büszke vagyok a csapatra, meg nagyon szeretem őket. Úgyhogy ezt el kellett mondanom, mert mondták, hogy mondjam el, de így is van. Ha egy szóval lehet jellemezni, vagy összefoglalni ezt a szezont, az melyik lenne? Talán a csoda. Lehet, hogy volt csoda. Volt ugye. Azért akár a Győr meccsig visszamegyünk szerintem. Nem sokan gondolták, hogy itt 6 vagy 7 góllal tudunk nyerni. Akár oda visszamenni, de tényleg az egész szezonban a csapat, akár a hazai Vipers meccseket tekintve is. Olyan meccseket játszottunk, hogy nagyon kemény szezonunk volt, ugye azért a helyzet mindenkinek nehézséget okoz, és az elejétől kezdve ezt vettük, hogy aki ennek a helyzeteknek legjobban fel tudja venni ezzel a ritmust, meg nem ezen rágódni, hogy miért ez van, miért van az van, hanem tényleg csak dolgozni, csinálni a munkát, és a pályán eldönteni mindent. Úgyhogy ebbe próbáltunk bele merítkezni, hogy a munka, a munka, a munka. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem az erőt, mitől minden beérik. A kis országot, hol együtt sokra megyünk. A frissességet, amitől büszkeség dagasztja keblünk. Új utakat, irányokat. A polcok bőségét. A
azt, hogy itt otthon vagyok. Nekünk a hazai gazdaságot jelenti. Miért a szívünk dobban? Lidl. Minden jót. Jó áron.